Szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim! A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. December 23-a, két nappal vagyunk karácsony előtt. Az Anya Szent Egyház, mintha összegezni akarná a karácsonyi fölkészülésnek a nagy élményeit, mintha azt akarná, hogy a hívek, a mostani évek érezzék át, hogy milyen nagy öröm a karácsony, az az ünnep, amelyik elhozta közénk az Istennek egyszülött fiát, akkor mi is nézzük át az Anya Szent Egyház örömét, úgy, ahogyan a történelemben az kialakult. A liturgiában, tehát szó volt előző emlékedésekben már többször is, Dániel prófétáról. Dánielről megírja a Szentírás, hogy akkor választotta ki Isten prófétának, és úgy irányította a sorsát, mikor odaértek a fogság központjába, a Nebukadnezár palotájába, és tanulniuk kellett mindazt, ami az ottani viszonyokban a király udvarnak a pompájához tartozott, hogy ők is ebben szerepelnek majd, hiszen kilátástalan volt akkor az egész sorsuk. Aztán, amikor elérkezett az idő, hogy a Dániel kiválasztó Nebukadnezár király meghalt, a fia pedig elvesztette az uralmat, jöttek Nebukadnezár birodalmát elfoglalni a perzsák és a médek, amikor új urak jöttek, Dáriusz lett a királya ennek a kis fogolycsoportnak is, akkor, amikor Dániel ebben megöregedett, ebben az új környezetben, de tudott mindig lelkesedni azért, hogy így megmondta Jeremiás próféta, hogy csak 70 évig tart ez a borús világ, és ezt a 40 évet, amit letöltött most már a perzsáknál is, nagy örömmel vette, hogy Isten eszébe juttatta, hogy összesen most már a fogság ideje 70 év, és a hazatérés öröme, hogy újra zsidó országba mehetnek a zsidók, fölépíthetik a templomot, fölépíthetik régi épületük alapján azt az új életet, amit Istentől kapnak majd a levezekelt büntetések után. És ekkor, amikor megépítették, a hazatértek az új templomot, akkor, amikor ennek a szentelése elközeledett, akkor Malakiás prófétának a jövendőlését kellett, vagy lehetett meghallgatniuk az akkor élő zsidóknak. Látták ugye, hogy az a templom, amit most építenek, az sokkal egyszerűbb, mint a régi templom volt. Sokkal nem nívótlanabb, hanem látszott rajta, hogy mások a viszonyok, mások a embereknek éven kivirágzó erők, hát hiszen hol van ez a régihez képest? Mintha nem is lenne semmi, mondták. És akkor, amikor Malakiás próféta látta ezt az elkezdetlenedést, akkor jövendőlt a zsidóknak, és a következőt mondta: elküldöm közétek követemet. Ki az a követ? Malakiás proféta, amikor erre hivatkozik, akkor azt mondja, ő így szólt az Úr nevében: íme én elküldöm új angyalomat, hogy elkészítse az utat színem előtt, és csak hamar eljön templomába az Úr, akit ti kerestek, a szövetség angyala, akit ti óhajtotok.
Kive már itt is van, mondja a seregek ura. Tehát Malakiás erre higgye fel a figyelmet, hogy ez a templom most nem olyan szép, nem olyan nagy érték, de ebben a templomban most jó eljönni, imádkozni, és akkor majd, amikor az igazi követ jön el, az igazi követ, tehát a Messiás, mint Isten atyának követe, akkor megengedik, hogy rajta keresztül átérezzétek ezt a közelséget, hogy akik most szomorúabban néznek az új templomra, megértsék, ez a templom majd egyszer, mi már tudjuk, hogy 600 év múlva megöregszik ugyan, de ez a találkozás a megváltóval, magával, hát nem proféták, hanem énekelve itt járni, hanem Istennek a kisebb-nagyobb örömét fogja osztani mindenki számára a Messiás, aki ide jön, és ahogyan fogadják most örömmel, a fogságból hazatértek a zsidóknak az új ajándékot küldő Istent, hogy a rosszabb is a viszony, mint annak idején volt, a külső viszony, nehezebb is templomot építeni, nincs a Dávid rengeteg arany, meg ezüst, meg hát minden, amit Isten ígért, de ez a templom látni fogja majd az új hatalmasságot, a Messiás királyt, aki ebben a templomban megjelenik. Igaz, hogy hozzá kell érteni, hogy azok, akik most elmondják, hogy aki ti óhajtotok, ime már jön is, mondja a seregek ura. Igaz, hogy még fél évezredet kell várni, amire az igazi nagy öröm beteljesül, hogy eljön maga a fölséges Isten küldötte megváltó, bejön ide, és itt ebben a templomban imádkozik, itt ajánlják fel Istennek, itt lesz majd a különleges fölajánlása az Úr szolgálatára, ami 40 napos kis baba korában. Aztán ez az Úr angyala, ez a Gábriel arkangyal a fogság után készült templomban jó hírével. Tehát lesz majd akkor öröm nagyon sok. Aztán majd utána jön Zakariásnak a fia, aki majd 30 esztendős jövőben mutat, készül ennek a Messiásnak a bemutatására, mégpedig nagyon komolyan, keményen, abban a szeretési közösségben, amelyben csak az ő elég keményen megfizetett otthonuknak, a Kirbet Kurim Kumráni szeretes közösségnek lesz a tagja, és ott készül, és nem akar elmenni sehova sem, de ott megtalálja majd az örömét, mindaddig, amíg a Messiásra lehet. Aztán minden valóra vált, amit Isten hamarra ígért. Csak hogy Isten hamarja fél ezer, vagy éppen ezer esztendő. Ahogyan Szent Péternél is olvassuk, hogy Isten szemében ezer esztendő annyi, mint egy nap, és egy nap annyi, mint ezer év. Itt ezek a távolságok, ugye, amiket mondott a Dániel prófétától, ugye 600 esztendő a megváltó születése, aztán jönnek a többiek, a fogság 70 esztendős ideje, akkor még egy jó 100 év, amire előtyörög a lassú építése a templomnak, de mindenkit, akit csak lehet, megkötelez a Messiást hirdető Isten, és azok a
csodálatos örömök, amiket évszázadok alatt érthető erőnek szánt az Úr, azok most mind-mind kivirulnak. Mi lesz ebből a gyermekből? Kérdezte az édesapa Zakariás, amikor már kinyílt az ajka, elmondhatta a hála énekét. 30 év múlva Jézus felelt meg erre a kérdésre. Asszonyok születei között nincs nagyobb próféta Keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb az Isten országában, az is nagyobb nála. Nagyobb próféta nincs tehát nála. Az Ószövetséget ő zárja le. Ő találkozik a Messiással, örül neki, és ahányszor majd rágondol abban a 30 esztendős fölkészülési időben, hogy ő most a megváltó útját készíti elő. Annyiszor fog boldogan is gondolni, hogy a megváltó itt van. Az ő halála után a megváltó is hamarosan meghal. Ez a halál meghozza azonban a legnagyobb örömet majd az emberek számára, a megváltást. Az Ószövetséget fölülmúló Keresztelő János, ő az a nagy, aki előkészíti az ő megváltói működését. Ez is óriási öröm, hogy ő, Keresztelő János ilyen dicséretet kap Jézustól, hogy sok nagy ember volt az Ószövetség idején Isten szolgálatában, de olyan nagy, mint Keresztelő János, senki nem lett, nincs számon tartva. És még nagyobb öröm nekünk, amit Jézus hozzáfűzött, tehát asszonyok születei között nincs nagyobb az Ószövetségben, de aki az Új Szövetségben a legkisebb lesz, Jánosnál az is nagyobb. Ezzel a tudattal vágyjuk Jézust, köszönjük meg neki, hogy mindenben az örömben minket részeltet, akik sok-sok ezer esztendőn keresztül készültünk az elődeinkben, sok száz esztendőn keresztül a magyarokban, és hát végül is itt vagyunk, amikor dicsőségesen megünnepelhetjük a mi megváltunkat, születés ünnepén.